Az Isten azt mondta, nem a te érdemeit, hanem az Úr Jézus Krisztus, a Názeti Jézus Krisztus érdemei alapján nincs több elválasztás. És egy szabad út vezet be a Szentek Szentjébe, ahol van Isten kegyelmének, ki nem érdemel támogatásának, szeretetének, gondviselésének a trónusa. És azt mondja, gyere bátran a kegyelem trónusához a szükség idején. Mi az Isten terve számodra? Élj! Te teljesed, kiteljesed, áldott, paradicsomi életet élj! Ő meghalt! Te helyetted, hogy te dicsőséggel megkoronázva élj! Már ebben a testélyedben és az örökké valóságban. Áldatok és szeretettek vagytok Krisztusban itt a szívbunkerben és a képernyők előtt is mai prédikációnak a címe az, hogy ne légy mesztelen. Vagy azt is mondhatnám, hogy vedd fel a Krisztust. Amen. Ugye ideérkezésünkkor biztos találkoztatok, vagy láttatok, ha nem is teljesen mesztelen embereket, vagy legalábbis képeket róla, de elég sok, elég sok csatornán folyik a mesztelenség. Akár a tévében, akár a hirdetésekben, akár a reklámokban, akár bármilyen más szinten. De ez még nem is lenne a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy az embereknek a szíve, az egész életük le van mesztelenítve attól a valóságtól, attól az elhívástól, attól az élettől, amit az Úr Jézus Krisztus hozott el számukra, attól az élettől, amit az Édenben elvesztettek. És ezen nincs mit csodálkozni, ugyanis a jelenések könyvének a harmadik fejezetében, hogy pont a Laodicei Gyülekezetnél van arról szó, egy ilyen igerész, hogy vegyél tőlem, gyere hozzám, ezt mondja az Úr Jézus, és vegyél tőlem fehér ruhát, hogy el legyen fedve a mesztelenséggel. És milyen érdekes, hogy ezt egy gyülekezetnek mondja. Egy gyülekezetnek, a laodicei gyülekezetnek mondja. És igazából pontosan itt van a lényeg, hogy minden ember valamilyen szinten, igei módon fogalmazva, hiával van az Isten dicsőségének. Hiányzik neki, lemesztelenedett a esés alkalmával, ugye? Onnan kezdődik, és figyeltek, hogy nem a meztelenséggel van alapvetően a gond, főleg házastársak ezt nagyon jól tudják, azon nincs gond, hanem az egy áldott és jó dolog, hanem hogy az Úr dicsősége már nincs ott. Mert ugye megteremtette az Isten a férfi, teremtett hozzá megfelelő segítőtársat a nőt, és azt mondja az ige, hogy mind a ketten mezitelenek voltak. És nem volt semmi gond ezzel, amíg az életek szelleme, az életek lehellete volt az orrukban. De mihest ettek a jó és rossz tudásnak a fájáról, egyből az úgy, az, azt mondja az ige, úgy fogalmaz, hogy észrevették, hogy mesztelenek. És szégyelték magukat, és elkezdtek fügefallevelekből füge ruhát gyártani maguknak. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az a fügefallevél ruha az nem volt a legigazibb. Lehet, hogy divatos volt, hogy új divatot teremtettek egyből. De... Nem volt benne az, amit, a, nem, nem, nem teljesítette azt a funkciót, amire számva lett. Ugyanis az volt a lényeg, hogy elfedje a mesztelenségét az embernek. Elfedje azt, hogy ő uh, ki van szolgáltatva. Ez egy másik szinonim a bibliai értelemben, hogy az ember ki van szolgáltatva a körülményeknek, a támadásoknak, a problémáknak, mindenféle akár ugye konkrétan fizikai, hidegnek vagy melegnek, az emberek ruhát húznak, vagy télit, vagy nyári viseletet. De ugyanígy, hogyha te mezidláb mennél, sétálnál az erdőben, az nem lenne annyira buli, mert a lábadat megszúrná mindenféle az zavarban levő kisebb, nagyobb növény, tüske, tövis, kavics, és a többi, és a többi. Viszont a fügefaruhával pontosan ez volt a baj, hogy egyrészt a füge, van egy olyan, fügefa levélnek van egy olyan tulajdonsága, hogy irritációt okoz. Ha bőrrel találkozik, akkor viszket. Viszketést, irritációt okoz, és az ember elkezd, viszke, elkezd viszket, és elkezd vakarózni. Ez az egyik probléma a fügefa ruhával. Az ön igazsággal, a saját magad megoldása. Ennek a szimbóluma a fügefa ruha. Fügefa levél ruha. És a másik probléma vele, hogy mikor az ember magára húzza, először egész jó tartása van, utána át ilyen skinnybe. Ugye, ahogy fonnyad a levél, úgy veszi fel a formát. Veszi fel a formát, az még oké, okay. de a harmadik fázis, mikor kipárolok belőle a víz a levélből, akkor megszárad. És hogyha száraz a levél, akkor közben vakaróznál, akkor leporlik. És ott marad az ember megint csak mesztelenül. Kiszolgáltatva az ő döntésének, a természetnek, a környezetének látható és láthatatlan környezetének a hatásainak van kitéve és vételen ezektől. És azért, mikor az Úr megjelenik az édenkertben, ott elbeszélgetnek, egy érdekes beszélgetés, van akinek kínos, leginkább a kígyónak, de megjelenik az Úr, és egy új divatot teremt. Bőr ruhát hoz az embernek. Ugye nagy kérdés, honnan szerzi az óra bőr ruhát? Nagy valószínűséggel az igetnek a teljeségét ismerve leöl egy állatot, vagy többet, és azoknak a bőréből, bőréből készít ruhát az embernek. Megvan? És azt adja rá az embere. Ez már nem viszket, ez már nem porlik le, hanem ez megfelelő arra, hogy az isteni gondviselésből védelmet Támogatást és protekciót nyújtson az embernek. Ez az egyik. A másik, ezt a törvényből tudjuk, hogy mikor jön Istennek a népe, és hozzák az állatáldozatokat, egyik állaton bőr van, tehát nem ilyen bőr nélküli áldozatokat hoztak, hanem rendes állatokat, amelyeken szőr, gyapjú, bőr, attól függ, milyen állat volt és azokat lenyúzták előbb. A bőr soha nem került az áldoz, az oltárra. Az áldozaton levő bőr soha nem került az oltárra. Hanem mi történt a bőrrel? Azt mondja az ige, hogy a bőr a papoké. A bőr és a papság az összetartozik. És itt kanyarodunk vissza az idembe, mikor az Úr Felruházza Ádámot és Évát már a bűnbeesés után az érdeméktől függetlenül az ő védelmével, nem csak a védelmével ruházza fel, hanem szolgálatot is ad neki, a papi szolgálatot, azaz, hogy közvetítse a környezetének az Istennek a tervét, az Istennek a szeretett tervét, az ő jó akaratát és jó kívánságát, amit az emberek irányában gondol. És ez nem változott meg. Ami történt az új szövetségben, az új szövetség hatályba lépésekor, hogy nem csak egy-két ember, mint a sinaiban lett felkenve papi szolgáltra, egy-kettő pedig királynak, hanem azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. Minnyájan. A király mit csinál? Azt, amitől elbukott, azt, amitől elesett Ádám és Éva. Uralkodik az életben. A pap mit csinál? közvetíti Istennek az áldásait, a jóságát az egész környezetének. Ugye úgy hallottuk abban a múlt héten, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogva vár rád, hogy te királyi papként előállj, hogy uralkodj az életben, és hogy közvetítsd az ő szeretetét minden embernek. Amen! Halleluja! És azért mondtam, hogy a jelenések könyvében egy gyülekezetnek van erről szó, hogy mesztelen. De nem csak a gyülekezet, hanem ez egy korszellem, ahol az emberek hiába vannak felöltözve, ki vannak szolgáltatva az érzéseknek, ki vannak szolgáltatva az embertársaiknak, ki van szolgáltatva a főnök az alkalmazottnak, nem csak az alkalmazott a főnöknek. Hányan tudjátok azt, hogyha te bedobod a törölközőt, és a másik, tíz másik kollégád, akkor a főnök leúszhatja a rolót? mert lehet, hogy nem talál olyan képesítéssel, olyan tapasztalattal, vagy úgy olyan embert, aki betanult abba az adott munkába. Egymásnak vannak az emberek kiszolgáltatva. Ugyanígy világban házastársak egymásnak vannak kiszolgáltatva. Az egyik bedobja a között, a másik nem tud mit csinálni, ott marad a jégen egyedül. De van egy jobb út. Van egy jobb megoldás, hogy te ne legyél kiszolgált, nem, nem mesztelen legyél az előtted álló dolgokkal, nem lemeszteníteted legyen az életed, hogy ne, nincs ahol nincs amivel betakarod, nincs, nincs ami védelmet nyújtson, hanem van egy jobb megoldás. Nem a te teljesítményed, hanem egy helyettesítői. És ellenlátok a klasszikus példát már egy jó idead, az elmondom még egyszer, Jákob, mikor megszerzi az atyai áldást. Hogy szerzi meg Jákob az atyai áldást? Hogy másnak adja ki magát, mint aki ő valójában. A nyakára és a kezére kecske gida tesz, magára pedig bátyának a jogos örökösnek, elsőszülött örökös, örökség hordozójának, a legszebb ruháját veszi fel és úgy megy be az apjához, és mikor az apja megkérdezi, ki vagy te, mi van a szájában? Hazugság. A hitnek a beszéde van a szájában. Azt mondja, ki vagy te? És azt mondja Jákob, hogy én vagyok Ézsau, a te fiad. Én vagyok, akit te meg fogsz áldani. Figyelitek? Ez az ember legyél te. Ne legyél mesztelen, ne legyél kiszolgáltatva, hanem legyél az az ember, akinek új identitása van. Aki ebben jár, és mikor kérdezi az Úr, hogy kit áldjak meg? A szomszédot, a pásztort, a dicsőítés vezetőt, az adakozót. Ne mondd ezt, hogy engem áldjál meg, mert Jézus Krisztusban én vagyok a jogos örökös. Amen. Miért? És itt hogy, és úgy itt kanyarodunk vissza, mert Krisztust öltöztük, öltöztük, vettük magunkra. Galata 3.26. Mert minnyáján Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban, a felkent Jézusban való hit által. Hogy vagy te Isten fia? A Jézus Krisztusban vetett hit által. És itt jön a folytatás. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöztétek magatokra, felvettétek a jogos örökös legszebb ruháját. Figyelitek, a legszebb ruháját. Jákob azért volt szőrös, mert leölt kecske gidák szőrét ret, rakta a kezére és a nyakára. Jézust úgy mutatja be János evangélium, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Jézus szőre, hogy így mondjam, Jézus bőre, az, ami téged feljogosít, mikor megtapogatja a te cselekedeteidet, a kezek azok a te cselekedeteid. Mikor megtapogatja a te cselekedeteidet, a mennyei atya most átvitt értelemben, akkor azt érzi, hogy ezek a cselekedetek szőrösek. Ezek a cselekedetek helyesek, ezek a cselekedetek tökéletesek, mert a Golgotai bárány cselekedetei tapogatja meg a te kezeiden. Amen. Hello. Szóval ez olyan csendbe ültök itt, mint hogy a gyász mondanék, de nem, jó hírt mondok. Jó hírt mondok. Megtapogat téged, és azt érzi, hogy tökéletes vagy. Mert Jézus van rajtad mert az ő dicsőségének a köntöse van rajtad. Nem ez történik a tékozló fiúval is, mikor hazajön? Ráadja a palástot, a dicsőségnek, a hatalomnak a palástját. Ráadja a pecsét gyűrűt, ami a hitelkártyája. Annak az embernek, aki elvitte az örökséget, aki elverte és eltékozolta. És azt mondja, itt van még egyszer a hitelkártya, a pecsét gyűrű. Amire rányomod, az hitelesített. Így lát téged az Úr Krisztusban. Hogy vagy te Krisztusban? A belé vetett hit által. Hogy vagy te Krisztusi ember? Hogy vagy te felkent ember? Hogy vagy te új ember? A Jézusba vetett hit által. Amen! És ha örökös vagy, akkor tulajdonos is. Oké? Okay? Erre a Galata 4.1-ben azt mondja, kihámozzuk ebből, azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet ura mindennek. Na akkor rakjuk össze az örökös, azaz ura mindennek. Ezt mondja tégétek is. Az örökös, az ura mindennek. A tulajdonos. Te a meny királyságának vagy az örököse. Akkor te minek vagy az ura? A meny királyságának. Ezt mondja a Tibjátok, hogy nem ezt mondja. De várja, még nincs vége. Igen, de még kiskorú vagyok. Oké, olvasjuk tovább. Jó lehet, úra mindennek! Ha gyámok és gond gondozók felhatósága alatt áll, az apa által megszabott ideig. Akkor is az Urat csak nem tud rendelkezni az örökség fel a tulajdon a felet. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk. Féltek az ige időt. Nem ez a jelenben az alapállás, hanem ez a Sínai Szövetségben az alapállás. Kiskorú volt Istennek a népe a Sínai Szövetség alatt. És azt mondja, így mi is, amikor kiskorak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. És a világ elemei az kettős. Az egyik a látható elemek ebben a világban, a másik a láthatatlan elemek ebben a világban. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, miről beszélünk? Jézus eljött a földre. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket, hogy a gyámság alatt levőket megváltsa, kiszabadítsa, hogy Isten fiaival legyenek, nem már eddig is fiak, hanem jogos, örökségben járók és tulajdoni joggal rendelkezők is. Figyelitek? Mivel pedig fiak vagytok? Mivel pedig fiak vagyunk? Mivel pedig fiak vagyunk? Isten elköltöző fiának a szellemét a mi szívünkbe. Amen. Na és akkor itt jön, amiről ma beszélünk. Hogy az, hogy te örökös vagy, a Jézusba vetett hitáltal, ez igen és ámen. Az, hogy te már tulajdonosa is vagy, rendelkezel, az Ura vagy mindannak, amit az Úr Jézus megszerzett neked, az is igen és ámen az, hogy az ellenség nem fog próbálkozni a te életedbe, az nem igen és nem ámen. Mert ebben a világban sok nyomorúságotok lesz, de, de, ez a két betű megváltoztatja az egész világot. De, higgyetek, hogy én legyőztem a világot. És hogyha én azt hagytam neked örökségként, akkor te mit csinálsz? Te is legyőzöd. Te is legyőzöd te is legyőzöd. Amen. Legyőzöd. Ez azt jelenti, hogy akkor nem lesz problémád? Nem azt jelenti. Azt jelenti, hogy győztes vagy. Azt jelenti, hogy minden ellenállással, nehézséggel, támadással, kívással szemben te úgy tudsz fellépni, mint, a, mint egy győztes. Mint aki győz. Mint aki úgy megy ki egy harcmezőre, hogy ő győzni megy ki. Dávid, mikor kiment a harcmezőre? Ő nem azért ment ki, hogy harcoljon. Azért ment, hogy vigyen sajtot. Sajtot vitt. Ez volt a komoly küldetése. Mégis oda keveredett a harcmezőre a legkisebb, a legnagyobbal szemben. De azért a legkisebbet úgy hívják, hogy Dávid, ami azt jelenti, hogy szeretett. Szeretett. És nem is a családja által volt ő szeretet, mert mikor a családi buli volt, meg sem hívták. Hanem Isten által volt ő szeretet. Ezért mondom, mikor te az Úr Jézusban vagy, mikor te Krisztus veszed magad, mikor te felkent identitásodban jársz és élsz, nem vagy kiszolgáltatva az emberek szeszélyének az ő jó vagy rossz szándékuknak. Mert még a jó a szándéka is, mivel jó és rossz alá van rekeszve, nem úgy csattan el, ahogy az Simogatásnak indul, de más lesz belőle. Kisgyerekek tanulnak ugye simogatni is, akkor hét nem tudod eldönteni, ez most simogatás, vagy inkább paskolás. És Dávid kimegy, és ügyetek, mikor ott van szemben az óriással, góliáttal, azt mondja, leszedem a fejedet. Kemény. És amit mond, az lesz. És ennek még van egy folytatása. Tudjátok, hogy a góliát leszedett feje, a rabinikus hagyomány szerint el volt ásva. Dávid nem csak, hogy leszette, hanem el is ásta. Tudjátok, hol ásta el? A Koponya hegyen. Ezért nevezik Koponya hegynek. A Golgota ezért Golgota, mert ott egy Koponya van elásva. Nem azért, mert úgy néz ki meg olyan, hanem mert ott egy óriás Koponyája van elásva, pontosan azon a hegyen, ahol a Dávid második fia, hogy így mondjam, a Dávidtól származó Dávid fia legyőzte és levette a fejét a láthatatlan világ góliátjának is, a sátának is, ugyan azon a helyen történt meg. Halleluja! Amen! Pontosan, mert előre mondta, hogy mi lesz, mert nem az ő erejére támaszkodott, nem az ő képességére támaszkodott, hanem az Isten szeretete volt rajta. Halleluja! Halleluja! És itt jön a lényeg. Amit Dávid mondott, az mi volt? Szellemi harc. Felvértezte magát, milyen szép a magyar nyelv. Felhúzta magára a láthatatlan világnak a valóságát. A szellemi fegyverzeted. Nem mesztelenül állt oda a harc mezőre, hanem Isten dicsőségébe burkolózva. Megvan? És így győzte le az óriást. Na itt van az egyik kulcs. Amit te szellemben megharcolsz, az a fizikaiban is megvan. Mert a fizikai a láthatatlanból áll elő. A szellemi, a láthatatlan magasabb rendű, amit te ott átvetél, az megvan a fizikaiban is. Ez volt Dávidnál is, és ez van te veled is. Amen. Ha nem mondod, nincs meg. Aki szívében hiszi, és szájával mondja. Én szívembe hiszem, de lakat van a számon. Hát akkor, aki szívében hiszi, és szájával megvallja, az üdvözül, az veszi át, annak törik át. A keresztény újszövetségi hit, az a megvallásnak a, 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 a szövetsége. Amit vallasz. Az lesz. Jézus azt mondja, nagyon egyszerűen. Legyen a hited és a beszéded szerint. Ennyi. A hited és a beszéd. Mindenki, amit hisz és mond, azt kapja. Oké? Okay? Erről is fogunk ma beszélni, hogy mit mondjál te? Hogy tudsz te felöltözködni a szellemi fegyverzetbe? A hitből járás, a hitből élés az egy harc. Az élet az egy küzdelem, a keresztény élet az egy küzdelem. Sok nyomorúságotok lesz, sok támadásért titeket, de én legyőztem. De örökségként nektek hagytam a győztes... Szerszámokat, a győztes eszközöket. A győzelemnek a valósága az a ti örökségetek. A nagy góliát az már le van fegyverezve. Te neked nem vele van küzdelmed. Isten harcol értünk. Ő a mi oldalunkon áll, és az már elvégeztetett. Megvan. A te harcod, a hitnek a harca, a szemnek a harca az leginkább a te ó embered és közötted, a te új embered között dúl. A te szellemtől való új természeted és az ó természet között. Az új gondolkodás, a krisztusi felkent gondolkodás és a természetes emberi gondolkozás között. És mindjárt látni fogjátok, az Efézus 6-ból, a szellemi fegyverzetről van szó, hogy miről is szól ez az egész. Arról szól, hogy te maradj meg a Krisztusi identitásodban. Maradj meg a felkent identitásodban. Maradj meg abban, hogy te Krisztust, az új embert öltöztetted, vetted magadra. És ennek az egyik nyitó mozzanata, hogy a harcolsz erő kell. Legyetek erősek. Erősödjetek meg az Úrban. És az ő hatalmas erejében. Hogy? Hogy? 2 Timóteus kettő hez lapozunk. Kicsit tágítsuk a szívünket. 2 kettő Timóteus 2.1. Kettő Azért, fiam, ezt mondja neked az Úr, szeretet gyermekem, erősödjen meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Figyelitek? Erősödj meg a kegyelemben. Mert az a jó, ha kegyelem által erősítetik meg a szív. A kegyelembe kell megerősödni, hogy nem a te érdemeiden múlik, nem a te erődönt fizikai természetes, ahogy Dávidnak se az ő természetes képességén, hanem az Úr Jézus győzemén, a kegyelem, ami Krisztus Jézusban van. Az ő áldozatában van, az ő halálában, és feltámadásában. És mivel feltámad, mivel meghalt és feltámad, egy örökséget adott neked az ő életét, az ő szellemét, az ő dicsőségét és az ő jelenlétét. Na, ebben erősödjél meg, hogy a te érdemeitől függetlenül, oké, okay vagy Jézus érdemei alapján. Amen. Mert így fogunk rákanyarodni, a szellemi fegyverzetre. Az egész arról szól, ugye van ennek az egyházban hagyománya, hogy akkor elkezdem reggel, megvallom, hogy ne legyek mesztelen szellemileg, megvallom, hogy magamra felveszem az üdvösség sisakját, a derekamra csatolom az igazság szeretetének az övét. Mindjárt meg fogjuk nézni. De nem erről szól. Ezt elmondod motorikusan, 365 napból 365-ször, olyan sokat nem fog hozzátenni a te életedhez. Azon kívül hogy nagyon jól fogod tudni a szellemi fegyverzeteket. Ami egy nagyon fontos. Hanem hogy működik? Hogy működik? Te nem azt vallod meg, hogy felcsatolom az igazság szeretetének az övét. Hanem én szeretem az igazságot. Figyelitek! Én szeretem az igazság. Na, ha ezt vallod meg 365-ször, a 365. nap végén, mikor valami igazságtalanság csak így elhúz a perifériádon, már rámozdulsz, hogy hé, ez nem stimmel. Mikor feljön benned egy gondolat, egy érzés, ami nem az igazságnak megfelelő, már jelezni fog egy ilyen vészjelző, tű, tű, tű. Ez nem igazság, és én nem az igazság, én szeretem az igazságot. Én az igazsággal egy vagyok, és ez fog működni benned. Szóval ez? Na, mindjárt nézzük akkor szépen sorban ezeket. Mert miért? Mert a mi harcunk nem test és vér ellen van. Nem fizikai, mert a fizikai az csak a gyümölcse. Problémád van a fizikaiban? Az csak valami láthatatlannak az eredménye annak az, ó, a megoldása hol van? A láthatatlanban. A viharos tengeren, a vihar, amikor Jézus aludt, az a fizikaiban volt. De az csak a gyümölcse volt, az csak az eredménye volt. Jézus hol kezelte? A láthatatlanban. Mert a láthatatlanban te megharcoltad, te megálltál a harcban, és itt a lényeg, te megállsz az Úrban, akkor ő az, aki harcol, érted? És ledőlnek a fizikaiban is az akadályok. Amen? A Biblia tele van ilyen történetekkel. Jerikó falainak a leomlása. Egy ilyen történet. Semmit, semmit, még egy paritjával se jöttek ki, semmi, egy követ se doba, dobtak. Még nem is szóltak egy szót sem. Csak dicsőítésbe köröztek. Nyugalomban voltak hétszer. Nem véletlenül hétszer. Nyugalomból, nyugalomba, hitből, hitbe jártak. Egy szemügyre vették. És a történelem bizonysága, amikor feltárták Jerikó romjait, hogy a falak, amik olyan vastagok voltak, hogy kocsi versenyeket, akkori forma egyet játszottak a falnak a tetején, azok kifelé dőlt, mint hogyha belülről robbant volna szét. Nem mint hogyha. Tényleg belülről az új jenét az, ami szétrobbantotta, és mi történt? rámpát képe, képezett a ledölt fal, hogy be tudjanak jutni Izrael fiai. Még ezt is az Úr megtette számukra. Amen. Tele van a Biblia ilyen történetekkel, hogy a láthatatlanban dől el minden. És hogy te győztes legyél, hogy te győzelemben jár. ennek a lényege, hogy ne legyél mesztelen. Ne legyél önigazult, ne legyél olyan, aki a maga a támaszkodik, aki a jó és a rosszból próbálsz megélni, hanem legyél olyan, mint Jákob, a helycserének az embere. Legyél olyan, mint Dávid, a felkenetésnek az embere, a Krisztusi ember, és legyél olyan, mint Jézus Krisztus, mert őt öltözted magadra. Amen. Na nézzük is akkor. Efézus 6, 10 -től. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, az Úr Jézus Krisztusban, és az ő kegyelmében. És az ő hatalmas erejében. Ami a te erőtlenségedtől függetlenül is dicsőségre vezet téged. Amen. Öltsétek magatokra az Istennek a fegyverzetét, nem test és vér, hogy megállhassatok, figyeltek mi a Hogy Megállhassatok, hogy szilárdan tudjál állni az ördög mesterkedésével szemben. Mert a mi harcunk nem test és vélelem folyik, hanem erők, hatalmasságok ellen. A, ennek a világnak az elemei, fizikai és szellemi elemei ellen folyik. A sötétség világának az urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellen állhassatok. Megint a kulcs, a gyökér az állás. Megállni, hogy ellen állhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve, mindent legyőzve megállhassatok. Megint csak. Figyelitek? Ugyanúgy a Péterben arról van szó, hogy álljatok ellen az ördögnek. Álljál meg tudva, hogy te ki vagy. Tudva, hogy te ki vagy, te Isten szeretett gyermeke vagy, aki Jézus Krisztusban van csomagolva. Amen. Király és pap. Uralkodsz az életben, és közvetíted az Isten jóságát, a mennek a valóságát a te életteredbe, a te környezetedbe. Halleluja. Három szinten folyik a szellemi harc az egyik és ez a legáltalánosabb, ami neked, amiben meg kell, hogy álljál. Erről szólnak a szellemi fegyverzetek. Az, hogy te megáll az új, Krisztusi, fiúi, örökösi, tulajdonosi mennyből való identitásodban. Ez a gyökér, ez az alap, ez a kulcs, ez a lényeg. Látni fogjuk, hogy az összes szellemi fegyverzet, az mind ennek az egy valóságnak a különböző aspektusát erősíti. Ez az egyik. Ez a te igazi harcod igazából. Hogy megállj, hogy azt képzeld magadról, amit az, is, amit az ige mond rólad. Azt hidd magadról, amit az ige mond rólad. Azt amúgy természet felettít, amit az ige mond rólad. A másik területem, ide szokták nevet, sorolni a szellemi harcot, az a démonoktól, vagy gondosz tisztátalan szellemektől való szabadulás, vagy démon űzés. Na ez igazából nem harc. Neked hatalmad van, hogy parancsolj. Még a sínai alatt levő új oszövetségi tanítványok, mert ugye mikor születtek újjá? Feltámadás napján. Jézus kiküldi őket. Csak felettük, rajtuk volt a kenet, nem bennük, nem volt újjászületve a szellemük. Nem egyesült az Úr szellemével. Kiküldés azt úgy jönnek vissza, hogy a démonok engednek nekünk. És azt mondja, és ne ennek örüljetek. Ebben nincs semmi extra. Neked Jézus nevében hatalmad van. Azért mondom, ez, egy, ez nem is igazán harc. Nagyobb harc az, hogy te tudjad, hogy ki vagy. Mert hogyha te tudod, hogy ki vagy Jézusban, te tudod, hogy te Krisztus öltöztette, ölt vetted magadra, hogy amikor te szólsz, akkor Jézus szól rajtad keresztül, akkor te tudod, amikor egy démonizált embernek, vagy egy szituációban ahol démoni tevékenység van, te szólsz, az engedni fog. Mert Jézus nevére minden tért meghajlik, láthatatlan és a láthatóban és az alvilágban egyaránt. Amen? Ne ezt tekintsd a szellemi harc. Szellemi harc az, hogy te megmaradjál a hitben, a Jézusba vetett hitben, és a, abba a hitben, hogy ki vagy te az ő áldozatában. Ki vagy te az ő örökségében? Figyelitek a különbséget? És van egy harmadik, nevezzük így, a bibliai nevező, hogy tusakodás, birkózás. És a birkózás az a korszellemmel történik. Minden korszaknak van egy van egy atmoszférája, van egy ideológiája, van egy, van, egy, van egy, fősodora, amiben zajlik az élet, van egy divat hulláma. Ezeket, ezek, ezek mind ide tartoznak. Ezeket az ember nem tudja megváltoztatni. Nem is kell ezeket megváltoztatni, mert nem erre vagyunk elhívva. Viszont tudni kell, hogy ez egy birkózás. Hat rád, hat rád, viszont ha te tudod, hogy ki vagy. Te meg vagy erősödve az új emberedben akkor te ellen tudsz ennek állni. És bármilyen ideológia, akár politikai, akár gazdasági az elmúlt 2000 évben jött, ment, több is hirdette magára, hogy ő majd elmossa a kereszténységet. Nem jött be. Ugyanúgy a másik oldalt, több közösség, keresztény gyülekezetek, egyházak magukat berakták abba a helyre, hogy akkor ők az igazi kereszténység. Egyik változott a másik után. Nem lehet a Krisztusi teljességet egy kis dobozba szorítani. Ez is egy korszellem. Ez is egy korszellem, de ugyanúgy, egy familiáris, családi, az ember egy családi kultúrában nő fel az ember. Ennek is van jó és rossz része. A biblia is nevezi ezeket, hogy familiáris szellemek. De nem érdemes azt mondja, a jót megtartjátok, a gonoszt elhagyjátok. Itt is, hogyha te erős vagy az Úrban, hogyha tudod, hogy te ki vagy, ha nem mesztelen vagy, hanem felövezve, felruházva, dicsőséggel, Krisztusban jársz, akkor te ezzel is meg tudsz állni, és hatást tudsz gyakorolni. És hatni fogsz. Nem ráthatnak, mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. Amen? Halleluja. Tehát ez a másik, Hiába tolják, hiába nyomják, hiába jönnek ezek a korszellemek, ezek az ideológák, ezek az izmusok, vagy bármilyen néven gyűjtőfogalomként alkalmazod őket. Az új ember számít csak. A Krisztusban levő új ember, hogy te tudod, hogy ki vagy. És semmi nem állhat az utadba. Te csak győztesként tudsz kijönni. Na és akkor most érjünk vissza a 14-ben. 6-14, Efézus 6-14. Álljatok meg tehát, felövezve a derekatokat, az igazság szeretettel. Tehát az öv, az az igazság szeretet. És ahogy Pál, amilyen plastikus képet használ, az egy római katona. Milyen érdekes. Elég sok római katonát láthatott, elég közelről. Ez sokszor össze volt láncolva velük. És a hagyomány szerint az történt, hogy időről időre lecserélték a római katonákat, mert mindegyik megtért mellette. Hiába volt a kard az oldalában, hiába volt rajta a páncél, hiába volt. Nagyobb volt az, aki pában volt, mint aki a római katonában volt. Amen. Hiába vagy te úgy érzed, hogy fogságban vagy a férjed mellett, a feleséged mellett, a munkahelyeden. Tudd, hogy ki vagy. Ne úgy lásd magad, ha úgy érzed, hogy mesztelen vagy, úgy érzed, hogy ki vagy szolgáltatva, hogy maga tehetetlen vagy, vedd ved magadra a szellemi fegyverzetet. És kell ennek egy kis felfutás, amíg az embernek beépül az identitásába. Egyszer, kétszer. Ugye csodálkoznál rajta, hogyha kimennél a hétfő reggel, és a szomszéd Ádám jönne szembe. Néznéd, hogy ennek valami nem stimmel. Sok keresztény így megy és csak így megy ki az utcára. Így megy ki azért, és csodálkozik az, hogy szúrja a lábát a a, 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 kis kavics, vagy az összetört üveg, vagy éppen túl hideg van, és semmit nem tud csinálni, csak azon, azon van, hogy vacok, vacok, ki van szolgáltatva. Na ne legyél kiszolgáltatva, mert van neked egy dicsőséges öltözeted. Amen? Az öv, az igazság szeretet öven. Az öv az, ami összetartja, nem vedd, a derekánál fogja meg az embert. A római katonáknak ilyen tunikájuk volt, és hogy az övvel tartották össze harcolni se amely mint az ilyen régi filmekben, a hálóink. Olyan volt ez az egész, hogyha nem volt rajta az öv, akkor nem tudtak igazából normálisan mozogni sem. Az öv az, ami tartást ad neked. Mi az öv? Az igazság szeretet öve. Azaz, valljuk meg közösen. Én szeretem az igazságot. Én szeretem Jézust mert ő az igazság. És én szeretem az igét, mert az ige igazság. Amen. Megvan? Ha ezt így magadra veszed, ez elkezd működni. Ez elkezd működni. Az igazság szeretet öve. Ez tartja egybe az életedet. Sőt, az övre akasztották a kardot. Ha nincs öv, nincs kard. Ha nincs kard, nincs győzelem. Ha nem szereted az igét, de olyan unalmas, nem is értem, főleg ez a Károli nyelvezet, vagy nem szereted a Bibliát? Nincs ezzel, ez, ez normális, ez természetes. A Biblia az természet feletti. De te már nem természetes vagy. A természetes küzd az ellen, hogy nem. nem, nem. De te szereted az igazságot. Mikor ezt vallod meg, ez a te új embered. Krisztus szerette az igazságot? Jézus szerette az igazságot. Jézus annyira jártas pedig nem volt saját Bibliája, hanem a zsinagógába kellett bemenni, hogy olvassa. De mikor bemegy a zsinagógába, pontosan tudja, hogy mennyire, milyen lendületekkel megpörgetni a tekercset, hogy pont odáig guruljon ki, amit olvasni akarnak. Gondolj be, hányszor gurította ki? Hányszor csapta fel? Megvan, rendszeresen, azt mondja az igen szokásához híven bement a zsinagógába, és felállt felolvasni. Szokásához híven. Amilyen Jézus? Olyan vagy te is. Szent szokásod az, hogy te szereted az igazságot, és amit szeretsz, szeretem a csokit, akkor sokszor közösségben vagyok vele, ugye? Ha szereted az igazságot, Szereted az igét. Sokszor közösébe vagy vele. Nem természetes, de mikor elkezded a szellemiben megragadni, a megvallásod által, hogy te szereted az igazságod, szeretni is fogod. Szereted a Jézust, és szereted az igéből kibontott Jézust, azért ülsz itt, azért ülsz a képernyő előtt, hogy halljad, hogy vegyed, mert éhezed, mert olyan jó látni az igében az igazságot. Aki kegyelem egyben. Amen. Így működik. Mi azok az emberek vagyunk, valljuk meg közösen, aki szereti az igazságot. Halleluja! Következő. Ez a tartást. Ha ez nincs meg olyan, hálóinges üzemmódba vagy csak. Ez az alap. A második, olvasok tovább. Övezzétek fel a derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazolás páncélját. Ez egy páncél, ez idejön a embernek a törzsére. A törzsére. Megigazolásnak a páncélja. Hogy te igaz ember vagy. Ez, ez, ez jelenti, hogy te igaz ember vagy. Ez a páncél az, hogy te igaz vagy, hogy te rendben vagy Istennel. Hogy ha bűnt követél el, te rendben vagy Istennel. Mivel Jézus semmi nem bűn nem követett el, mégis minden büntetés magára vett. Az ő, ő bűnélet, hogy te Isten igazsága legyél. Na ez a páncél. És mit véd ez a páncél? A melkasodat, a szívedet, a szívedet. Tudjad azt, hogy te igaz ember vagy. Ez védi a belső szerveidet, az emésztésedet. Olvasol valamit az igében, és olyan megfeküdte a gyomr alatt. Hogy is kell ezt érteni? Hogy is van ez? Akkor nincs rajtad a páncél, hogy te igaz ember vagy, az érdemeitől, a cselekedeteitől, teljesen függetlenül, Jézus érdemei alapján. Szó szóval lesz? Felcsapom, és ez olyan érdekes, ez az ige. Vagy az ószövetségben ósz olyan, akkor nem vagyok rendben, akkor itt ít ítéletre megyek, akkor mi van, vagy mi nincs? Nincs rajtad a páncél. Jön egy proféta. És profétál neked, hogy az Úr meg fog ítélni így és így és így és amúgy. És ez megfekszik a gyomrodat. Mert nincs rajtad a páncél. Te tudod azt, hogy Jézus Krisztusban igaz ember vagy. Ez nem azt jelenti, hogy a proféta hazudik. Mert lehet, vannak dolgok, amikből meg kell térni, amiket félre kell tenni, amiken túl kell lépni, de tudod azt, hogy erőd, hatalmad és jogosítányod van arra, hogy túllépjél rajtuk. Amen? Csak éppen nem került a homlok teredbe, hogy ja, hogy ez, e, hogy ez az. De nem az igazságodat, nem az igazságodat kezdik ki, hogyha te tudod, hogy te Jézus, amilyen igaz ő, olyan igaz vagy te is. Aki gazdagon veszi a kegyelem bőségét, és az igazság ajándékát, Róma 17. Uralkodik az életben az egy Jézus Krisztus által. Na ez az, ami védje te. Egész lényed. Vagyok is meg közösen. Én az az ember vagyok, aki igaz ember. Amilyen igaz Jézus, olyan igaz vagyok én is. Érdemeimtől függetlenül. De mi több? Mivel igaz ember vagyok, igazságban is járok. És nincs felettem hatalma a bűnnek. Hanem uralkodok az életben. A bűn felett is, az egy Jézus Krisztus által. Mert igaz ember vagyok. Amen. Lelkiismeret. És ugyan, ugye a Bibliában vannak mindenféle szervek, amiket így. A vese az a lelkiismeret. Az is itt van. Az embernek, ha nem tiszta a lelkiismeret, vagy frusztrál a lelkiismereted, akkor nincs rajtad a páncél akkor bekaptál egy ütést. A lelkiismereted rezeg. Mert neked már nem lelkiismereted van, hanem igeismereted. Igeismereted van, hogy tudod, hogy a golgotai bárány vére az egyszer s mindenkorra elmosta minden bűnödet, minden védkelet. Ha ezt érzed, ha nem ezt érzed, mert a lelkismert forrás jön a kárhoztatás. A vádlás. Nincs immáron kárhoztatás. Azok ellen, aki Krisztus Jézusban vannak. Elbukunk? Elbukunk. Jó dolog? Nem jó dolog. Van erőnk, hogy ne bogjunk el? Van! Nagy erő van egy nagyon régi szép ének. Van erő van, nagy erő van a bárány vérében. Amen. De ezt is el kell hinni. Mikor elhiszed, elkezdesz ebben járni. Halleluja. Olvasok tovább. 15. Ferruházva a lábatokat a békesség evangélium a hirdetésének a készségével. Na, ez egy nagyon bonyolult mondat. Azért, mert nem lehet nagyon egyszerűen visszaadni magyarul. Úgyhogy azért küzdenek itt a fordítások. Egy, ami biztos, hogy a békesség van benne. A békesség az pedig a teljes körű nyugalom, teljes körű jólét. Olyan lét forma, amikor már nem stresszelsz, nem izgulsz, nincs hiányod, nincs szükséged, hanem minden oké, okay. minden szuper, minden rendben van. Ez a békesség, oké? Okay? A békesség jó hírének a sarúja. De van itt még egy szó, amit úgy is úgy fordítanak, hogy a hirdetésének. De ez nem az eredeti hirdetésének, hordozásának, képviseletének, közvetítésének a sarúja. Mindezt jelenti. Tehát, hogy te képviselet, hordozod, közvetíted, vallod azt, hogy a jó hír által, Jézus áldozat által neked teljes körű békességed van. De miért fontos ez? Mert ez a saru a lábadon. Ha ebben nem vagy meggyökerezve, nem mész egy tapottat se semmilyen irányba. Ha nincs a lábadon, hogy az Úr békességben van veled. Megbékértettél vele, és ez nem csak azt jelenti, hogy már nem haragszik rád, hanem azt is jelenti, hogy nem kell stresszelned, miből fizeted a számlákat, nem kell izgulnod, hogy uh, miből ruházod a gyerekedet, nem kell félned attól, hogy mi lesz, mikor elmegyek az orvosod, és elém tolja a, 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 a jelentését. Ha ez nincs rajtad, akkor nem tudsz lépni. Ha rajtad van ez az identitás, ez a valóság, hogy te elhiszed a jó hírt, és ebben jársz, akkor ebben jársz. És ebben előre haladsz, ebben lépkedsz, ebben előre jutsz. Megvan? Te magad is, és az evangélium terjedése is. Úgy fog történni, hogy ahogy te haladsz haladsz előre. Aki nincs meggyökerezve, hogy Isten békesében van az ember, és ez jó hír, az nem evangelizál. Vagy evangelizál, az nem evangélium, amit hirdet. Az evangélium az jó hír. Ha te nem jó hírt hirdetsz a bűnös embernek, az nem evangélium. És nem a békesének az evangéliuma. Világos, amiről beszélek? a békesség evangéliumát kell hirdetni. Azt kell hirdetni, hogy a disznók mellől is menjél haza. Várnak otthon. Sőt, elég futnak, csak gyere már, indulj már el. Bármilyen büdös vagy, bármennyire rongyokban vagy, rongyokban vagy. Leveszik rólad a rongyokat, és felöltöztetnek a kenetnek, a dicsőségnek, az ő Jézus jelenlétének a ruhájába. Amen. Erről szól. Ezt vigyed. Ezzel mész. Ezzel haladsz. Ez a készség. Tudjad azt. Vagyok is meg közösen. Én kész vagyok. Én képes vagyok. Én alkalmas vagyok. És akarom is, hogy hirdessem, hogy hordozzam, hogy képviseljem, és közvetítsem. Isten békességét, az ő jó hírét, az, hogy teljes körül jó létet hozott el, az, hogy nagyobb életet hozott számomra, és minden embernek, mint amit elbír hordozni. Mert ő azért jött, hogy én bőségben éljek, és én ebben is élek. Amen. Halleluja. Következő, 16. Vegyétek fel mindenképpen, véletlenül se hagyd le, mindenképpen vedd fel a hitnek a pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Figyeljétek? Minden tüzes nyilát. És nagyon sokszor a gonosz nem közelharcba jön. Nem ott, mert tudja, hogy ott veszted, mert te megállsz, ő elfut. De távolról egy rossz szó, egy rossz nézés, egy rossz jelentés, egy akármi távolról lövöldözget. Gondolatok, érzések, mint hogy így bele, belét hasított volna valami. Ezért legyen a kezedben. Hol van a hit pajzsa? Ez egy pajzs, láttatok már pajzsot, ugye? Az a kézben fogják. Ha jobb kezes, akkor a bal kezében. A bal kezében. Az embernek két keze van. Az egyik a bal, a másik a jobb. Az embernek egy szíve van. Melyik oldalt? Általában. Van egy-két kivétel, ami erősíti a szabad általában. A balra húz. Középen van, de bal, bal irányban. És a bal kéz. A bal kéz az a bibliai világkében a szelleminek az iránya. A láthatatlanak. a jobb, az meg a gyakorlati. A legtöbb ember jobbkezes. És azzal ír, azzal elszik, azzal dolgozik, azzal jobbkezes. A bal kézben van a pajzs. A szellemiben táplálkozik a hit. A hit az egy szellemi valóság, amit a te belső embereddel tudsz megragadni. Nem egy fizikai valóság, hanem egy belső, szellemi, lelki-szellemi dolog. Megvan? belső lelki-szellemi cselekvés, mert hogy a kéz az cselekszik. A hit az egy cselekvés. És mi az a hit? Ától minden, ami le van írva. Ez, ami a te pajzsod. Hogy te nem a tüzes nyilakat nézed, amik megégetnek, amik megsértenek, amik akármit csinálnak, hanem te a pajzsot oda emeled. Ráadásul az a jó benne, hogy mobil. Bármin bárhonnan jön a tűzes nyíl, te oda tudod fordítani. Oda tudod adni. Oda tudod nem adni, oda tudod helyezni. Ezért legyen meggyökerezve a hit szerzőjében és bevégzőjében, Jézusban. Legyél meggyökerezve a láthatatlan dolgokról, mert a hit a nem látható dolgok létezéséről való meggyőződés. Meg vagy győződve, bármit látok a szememmel, inkább nem látom hanem a láthatatlan látom. És a láthatatlan a nézése megvéd téged. Amen. tudjátok, mi a jó a hitben? Nem csak magadat tudod vele védeni, hanem a barátodat, a társadat, a szomszédodat, a gyerekedet is. Oda tudod tenni a hitedet. Amen. Halleluja. A négy barát és a béna ember, öt kegyelemben voltak. A négy barát és az ötödik a béna, amikor leeresztették a tetőn, azt mondja nekik, nagy a, te hit, a ti hitetek, látva a hitüket, a hitüket többes számban. Többes számban. Amen. És ugye, tudjátok, egy régi ilyen stratégikus volt a falangsz. Falangsz a meg valami az? Nem, akkor elmondom. Hogy itt betömörődtek a katonák és mindenki fölfelé fogta a saját pajzsát, aki középen volt, aki a szélén volt, meg kifelé, és aki elő volt, az is előre mond. És mint egy ilyen teknős béka alakzat, tehát így lehet a legjobban akkor köznyelvre adni, az a falangsz, teknős béka alakzatban haladtak a harcvonalban. És hiába lövöldöztek, hiába nyilaztak. Mert ráadásul a nyilak azok csak távolról működnek. A nyil az egy olyan harci szerszám, ami csak távolról működik. De amikor ezek falangzba mentek, hiába lőtték ki a nyílókat, mert odaértek a frontvonalba, és onnantól kezdve akkor a másik kezben levő kard volt az, ami hasznás, hasznos volt. Megvan? Egymást is a hittel védték. Ti is, mi is egymást is a hittel tudjuk védeni. Szóval ez? Gyakoroljátok a hiteteket egymásért, magatokért, a közösségért. Nagyon fontos a hitnek a pajzsa. És érdekes, hogy egy a 5-8-ban azt is mondja, hogy a hit és szeretet pajzsa. Mert a hit szeretet által cselekvő. A hit a szeretet által tevékeny. Magad irányába te tudod, hogy szeretett gyermek vagy. Akkor tudod felemelni azt a pajzsot. Mikor te tudod, hogy szeretet vagy. Nem tudod, hogy szeretet vagy, akkor ilyen nihilista, már má, 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 mazoista módon az ember. Na akkor még, ki akar, ki akar még arcon csapni? Ki akar még belém rúgni? Ismertek ezt az életérzést? De mikor te tudod, hogy szeretet vagy, akkor felveszed a láthatatlanról való meggyőződésnek a pajzsát. És ugyanígy, mikor te szeretetben vagy, emeled fel a pajzsot a társadért. A szeretet sok bűnt elfedez. Amen hit és a szeretetnek a pajzsa. A pajzsa. Halljuk meg közösen. Én az az ember vagyok, aki hiszek. Én meg vagyok győződve, hogy Jézus, te vagy az urak és ura, te vagy a királyok királya. És a te golgotai áldozatod és megváltásod az egyszer és mindenkori tökéletes. Én hiszek minden egyes betűben, az igében, minden ígéret Igen. és minden áldás Igen. az enyém. Nem a láthatók alapján, Igen. hanem a láthatatlanról vagyok meggyőződve. Igen. És én ebben élek. Igen. Amen. 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 Halleluja. Tehát a következő az üdvösségnek a sisakja. Az üdvösségnek a sisakja mit véd? A fejünket. Mit véd? Gondolatainkat látásunkat, hallásunkat. És mi az, hogy az üdvösség? Szó térja ez a görög szó. Bűnbocsánat, gyógyulás, ez, jelenti, ez a szó, ez ezt jelenti mindezt. Egészség, anyagi áttörés, jó rendezett kapcsolatok, és még sok minden mást. Az üdvösség sisakja van a fejeden. A gondolataidat ez védi, hogy te tudod, hogy te bűn, bocsánatot nyert ember vagy. Hogy te tudod, hogy az Isten a te gondviselőd. Itt, itt. És hiába jönnek kósza gondolatok, vagy érzések, vagy nem látod, az véd téged. Védi a te fejedet. Krisztus értelme lakozik bennetek. Krisztus értelme lakozik bennünk. És hogyha te azt megvallod, hogy én hiszem, én az abba járok, hogy a szabad az én gondolkodásom, akkor szabad is lesz. Nem vagyok depressziós, nem vagyok elvetett, nem vagyok kirekesztett. Vagyok is megölősen. Én az az ember vagyok, aki nem elvetett, aki nem kirekesztett, aki nem kilátástalan. Én az az ember vagyok, aki jót vár. Jót várok. Nem félek, nem lázadok és nem zavaros a gondolkodásom. Tisztán látom a célt, a dicsőséget, azt az üdvösséget, amit Jézus megszerzett számomra. Mert megint csak az 1 58 ban mondja azt, hogy az üdvösség reménységét is akul. Az üdvösséget várjuk, mint valami jót, mert jó is. Üdvösség reménysége bármi, mert akkor jönnek, mikor szorult helyzetben vagy, mikor egy kilátásban helyzetben mikor logikusan nem normális helyzetben vagy, hogy fogom én ezt határidőre lerendezni, akkor a gondolataid azok zsongnak és dübörögnek, attól függ mi vagy, vagy milyen típusú ember vagy. De az üdvösség reménysége a te sisakod. Vald meg, én vár... Vald meg azt, hogy én várom a jót. A jót várom nem a rosszat. És a legtöbbször a várakozás időszakban vannak, vannak ezek, az űrzavarok. Az üdvösség szisakja, jót várunk, jót várunk. Ez védi meg a gondolatainkat. És az üdvösség a szabadságot is jelent. Szabad vagy te a gondolkozásodban. Jaj, nem tudok jó döntést hozni. Most ezt, parizet vagy olasz felvágott. Te szabad vagy, hogy melyiket válaszod. Ezt az ingatlant, vagy a másikat. Te szabad vagy. Ezt az alkalmazottat, vagy a más, jelenkezőt, vagy a másikban. Te szabad vagy a gondolkodásodban, és te jót vársz, hogy amit választasz, az a jó. Az a Jézus Krisztusban meglevő. Amen. Amen. Folytassuk tovább. Tehát vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a szellem kardját, amely az Istennek a beszéde. A szellem kardja a jobb kezedben van. A szellem kardját a fizikaiban alkalmazod. A hitből merít a, a szelleméből merít a pajzs a bal és a fizikaiban alkalmazod a szellemnek a kardját. Azaz a szádból kijön, beszélsz, beszélsz. Ráadásul Istennek az igéje, és itt nagyon fontos, hogy nem a logos szó szerepel az ige vagy a beszéd helyén, hanem a réma. Mert a logos az, ami az övre van csatolva, figyeltek? A teljes ige, a teljes ige, ez a logos, ez az igazság szeretete, szeretem az igazságot, a teljes igét, és a kard ott van, ott lóg az öveden. Szereted a Bibliát, olvasgatod. Mikor körbevonulsz, mindenki látja, ott van a ott van a kard a te oldaladon, de nem, nem használod, nem suhingatsz vele, de mindenki átvonulsz, és látja, hogy te biblikus ember vagy. Amen? De mikor rakció van, előveszed a logosból, előveszed azt a rémát, azt a pont oda, arra a helyzetre vonatkozó igei isteni beszédet, ez a réma, és oda irányítod a beszédet, a szádból jön ki, a két élő kard, mert olyan vagy, mint Jézus. Amen? Tehát, hogyha te beteg vagy, akkor ne kezd azt vallani, hogy te, hogy te áldott vagy az üzleti életben. Ez is egy oké okay dolog, de akkor konkrétan azt van meg, hogy az ő sebei által meggyógyultál. Amen? Az a réma, a helyen, megfelelő helyen, megfelelően oda irányított kard. És ez a fizikaiban hat a fizikaiban hat. Amen. Valljuk is meg. Én az az ember vagyok, akinek az Isten beszéde a kezében, a szívében és a szájában van. Én mindig célra irányítom. Megfelelő igét, megfelelő helyre. Ahogy Jézus is azt mondta, az ördögnek, aki kísértette, hogy megvan írva, én is ezt vallom. Hogy megvan írva, minden az én életemre vonatkozó. Ige, én nem vagyok hián az igével, hanem bőségében vagyok. Én professzionális kartforgató vagyok. Az én számban, az élő istennek a beszéde, az pörög és életet ad számomra, és az én környezetemnek. Amen. Halleluja. Halleluja. És utána, 18. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Na ez egy olyan, amihez Pál nem írt fegyverzetet. Miért nem? Mert akkor még nem ismerte azt a technikát, azt a technikát, amit mi ismerünk, ez a, ez a ilyen légvédelmi rakétához hasonló. Ez a vaskupola, amivel, hogyha valaki berepül a régtérbe, vagy egy rakétát lő neki, azzal képesek likvidálni. Na, ilyen a szellem által való ima. Egy olyan atmoszférám, egy olyan burokba vesz téged, hogy megérinthetetlen vagy. Megérinthetetlen vagy a gonosz által. Ezért mondja azt, hogy imádkozzatok mindig a szellem által. Kétféleképpen a szellem vezeti az értelmes imádat, vagy a szellem maga adja a nyelveken szólás ajándéka által, hogy te olyan dolgokért járjál, olyan dolgokért járjál közben, amikről nem is tudod. Ez egy titkos fegyver ez egy, hogy hívják ezt, ilyen hírszerzési fegyver. Nem is tudod, miért imádkozol, nem is tudod, mi vár, mi nem vár, de azt tudod, hogy jó jön. És te teljesen bebiztosítod magad ezzel, hogy vagyok is meg, én az az ember vagyok, aki szüntelenül imádkozok a szellem által, mert én kinyitom a számat, és az Úr betölti azt, titkokat szólok, áldásokat szólok, és életet szólok magamra. Védelmet és biztonságot szólok az én lényemre, az én otthonomra, az én családomra és az én gyülekezetemre. Istennek a népére. Én nem mesztelen ember vagyok, hanem én fel vagyok ruházva. Menjé erővel, menjé dicsőséggel, hatalommal, és én ezért vagyok áldott és szeretett. Ámen! szívelősítő. Mert az a jó, a kegyelem által meg a szív. Ha szeretnél rólunk többet megtudni, látogass el a www.szívbunker.hu weboldalra. Amennyiben tetszett a műsorunk, vagy észrevételed, bizonyságod van, Írd meg nekünk! E-mail címünk info kukac szívbunker.hu Adásunkat a Szívbunker média készítette. Technikai és támogató partnerünk a Star Production.